Sziasztok! Köszöntelek benneteket ma szombat este 3:48-ban. Az előbb érkezett meg hozzánk az Osan. Tudjátok, mondtam, hogy onnét rendeltem. Mutatom is. Rendeltem egy vákumcsomagot csirke mellett. Ez 1 kiló. Aztán rendeltem egy fél kilós, ha nem fél kilós, ez 67 deka, semmi gond, csirkenyakat, ugye ezt majd gusztinak és kaktusznak fogom megfőzni, és mutatom, itt az alsó tálcában pedig ez egy fél kilós csirkezúza, nagyon szereti a guszti. Csirkeszívet rendeltem még, az egy termék, ami nem volt. Aztán rendeltem egy ilyen kilós vajat. Őszintén megmondom nektek, hogy én az Osanban már nem jártam, hát 2 éve biztos. És, de régen sokat jártunk, de most már inkább a Tesco-t, Lidl-t, Aldi-t preferálom, meg időnként a Spert. De tudom, hogy ez a margarin, ez jó, mert régen vettünk, úgyhogy ebből rendeltem egyet. Rendeltem egy magyar tejfölt, ez most jelenleg akciós. Rendeltem 2 ilyen fehér veknit, ez fél kiló. Azért rendeltem többet, mert most nem nagyon van itthon kenyérféle, és ha esetleg valami töltött húst kell készítenem, akkor ugye legyen a tölteléknek is. Akkor ebből ugye 2 rendeltem. Rendeltem egy fonott kalácsot, ez egy helyettesítő termék. Nem ilyen fonott kalácsot rendeltem, ez így drágább volt, viszont ez fél kiló, és én talán 30 dekás volt, amit rendeltem, nem baj, meg fogjuk enni ezt is, ha másnak nem, akkor majd kalácspuding fog belőle készülni. Aztán ez egy tönkölybúza-búza kenyér, nem ilyet rendeltem, hanem egy ilyen tömmagvas kenyeret rendeltem. Nem baj, kipróbáljuk ezt is, még azt sem ettem egyébként, amit rendeltem. Tehát semmi gond. Ez egy frissentartó fólia, márkás, nem ezt rendeltem. Ez is azért volt ugye drágább, mert 50 méter és én talán 30 métereset rendeltem, de hát nem baj, elfogyálunk ez is. Aztán Bencinek a szokásos madárvédő golyókapkodóból 2 darab. Nagyon szereti ezt a gesztenye Martit, vagy hát régen szerette. Ez ugye laktózmentes, ebből vettem neki 2. Férjemnek egy túrórudit. Egyébként azt néztem, hogy ezek az Osan termékek, ezek tulajdonképpen magyar, tehát ennek is a származási helye, ez Magyarország. Rendeltem, ha Benci szeretett volna ilyen fruti jellegű cukrot enni, ezért rendeltem egy ilyen gyümölcsvarát, rendeltem egy ilyen trópusi mixert, ezt a Benci nem fogja szeretni, de én igen, ez egyébként ilyen kemény cukorka. Ha megengedem magamnak, és van itt egy másik fruti még, egyébként szerintem az ugyanolyan, mint ez a másik. Bencének 2 sima sós burgonyaszirom. Rendeltem egy sajtos chipset, amiből aztán 2 lett, mert egy sima sósat rendeltem még, de nem volt. Az egyik sajtos, az így helyettesítő termék. Ez kemencés sült prágai sonka. Hát nem tudom, hogy pont ezt rendeltem-e, vagy másik fajtát. Ez 32 deka, de szeretjük az ilyen jellegű sonkánkat, ezt azért rendeltem. Aztán ez ilyen paprikás párizsi, alföldi húst, ez set és párizsi, alföldi hús ZRT-t csinálja. Én nem tudom, hogy az hol van, vagy az, tehát, hogy egy régebbi cég, csak nevet váltottak, nem tudom, de magyar termék ez is. Kipróbáljuk, hogy milyen. Aztán van itt egy ilyen osanos olasz felvágott
és egy fokhagymás felvágott, ezek is magyar termékek, megnéztem. Egy osanmájas, ez is magyar termék, és ez pedig egy nádudvari borjúmájas, mi nagyon szeretjük a borjúmájast. Bencének rendeltem egy ilyen kis sajtos tanglit, három sajtos fogácsát, ez régen nagyon-nagyon finom volt az osamban, hát gondolom, hogy most is. Aztán kaktusz sünőknek nagyon jó kis étvágya van. Ők ugye itt száraz tápnak, kutyatápot szoktak enni, a sünik. Ez nagyon bevált neki, úgyhogy rendeltem egyet. Rendeltem húsparadicsomot, ez 4 szem. Elég narancsos színe van, viszont az illata nagyon-nagyon finom. Rendeltem sört, alkoholmentes sört. Ez megyszeder, ebből akartam 2 rendelni, és 2 grapefruitos. Hát grapefruitos nem volt, tehát így 4 megyszeder, ami érkezett. De nem baj, isteni finom. Aztán ez vörös elfonyás, 0%-os ilyen sör. Szerettem volna megkóstolni. Hát ez egy kicsit magasabb árkategória, de azért néha ilyet is veszünk, tudjátok. És amit én soha életemben nem ittam, az a gyömbérsör. Tehát én az amerikai filmekben annyit hallani erről, és soha-soha nem próbáltam, és mondtam a férjemnek, hogy próbáljuk ki. Nem ezt a márkát rendeltem, bár igazából, mivel nincs összehasonlítási alapom, nem tudom, hogy melyik a finom, meg fogjuk kóstolni, hát remélem, hogy jó lesz. Amit még rendeltem, az kicsit több, mint 1 kiló, ez vilahagyma, ez pedig vöröshagyma, ez 1 kiló, ez hálós. 2 UHT laktózmentes tejet rendeltem Bencének, most egyet hoztam csak ide, másikat már elpakoltuk, ez most egyébként akciós. Aztán tudjátok, amit én napi tejnek hívok, ami ugye nem UHT tej. Ebből rendeltem magunknak 2-t, ez 2,8-as, ugye egyébként mi 1,5-ös tejet fogyasztunk a kávéhoz, de azért csak úgy, amikor magába akar az ember tejet inni, az nem annyira finom, tehát ez azért finomabb. De egyébként ez is hosszabb szavatosságú, mert ez az ESL, tehát ez a magas hőmérsékleten hőkezelt. Ezen kívül, amit rendeltünk még, az egy 10 darabos WC papír, mert én nem tudom, tehát az én gyerekem az... Hát vagyis tudom, hogy mit csinál, mert láttam, tehát elmegy WC-re, és teljesen mindegy, hogy csak pisilő, beledobálja a WC papírt a WC-be. Tehát ezt nem is tudom, hogy honnét veszi. Úgyhogy nálunk a WC papír, komolyan mondom, tehát az lassan úgy fogy majd, mint a levegő. Úgyhogy azért azt rendeltünk, és ezen kívül még 3 zsugor buborékos emesevizet rendeltem. Most itt a szállításról, átadásról nem fogok beszélni, mert szeretnék egy olyan videót készíteni, amiben összehasonlítom a Tesco-s és az Osan házhoz szállítást. Jó, mondjuk annyit elmondhatok, hogy pozitív élményekkel zártuk ezt a vásárlást. Úgyhogy most elköszönök tőletek, jó pihenést kívánok nektek, sziasztok! És ezt nem mutattam, ajándékba kaptunk egy színfogókendőt.